Jó reggelt! A mai napunk extrém húzós. Mire ti ezt látni fogjátok, addigra valószínű, hogy már tudjátok is, hogy kimentünk Londonba két napra Bencével kirándulni, és ma van az előtte való nap, és minden összesűrűsödött már. A kettő rendezvényre kellene mennünk, és kettő rendezvényre kell mennem, és Bencének van kettő találkozója. És a kutyát még el kell vinni Fehérvárra is, úgyhogy elég sűrű a program. Ja, és két kampányt le kell még adjak, úgyhogy egészen csodálatos a helyzet, azt kell, hogy mondjam. SOS-be sminkelnem kell, ugyanis 2 óra múlva körülbelül már ott kellene lennünk az első kis bráncsos, rendezvényes valamin, majd később elmondom, hogy mi lesz, és jöttek is velem. Valamiért úgy döntött a telefonom, hogy itt kivágja a hangot, úgyhogy nem tudom nektek megmutatni, viszont az a lényeg, hogy a 2022-es X-Faktor mentor és műsorvezető bemutatóján vagyunk. Ez pedig Oli volt, ahogy ásított. Nem tudom, hogy miért, de meghívtak erre a rendezvényre, úgyhogy természetesen elmentünk. És egyébként, hogy pontosítsak, hogy miért nem értem, csak sajtósok voltak, ami azt jelenti, hogy csak újságírók és tévés riporterek voltak, úgyhogy fogalmam sincs, hogy miért voltunk ott, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat. Látjátok, volt egy kis brunch asztal is, viszont én ebből sajnos semmit nem tudtam enni. És természetesen, ami a lényeg volt, elsőként láthattuk, ahogy bemutatták Herceg Erikát, aki az idei év új mentora lesz. Meghoztam Olikát panziózni, ugyanis amíg mi elmegyünk, addig ő itt lesz. Itt van, hol van, bement Quinny. Van itt egy másik Dobi is, nagyon cuki. Oli annyira pörög, hogy az előbb nem fért el tőlünk, úgyhogy átugrott egy ilyen virágládát. De igen. Szia, Quinnike! Te is itt vagy, ugye? Jaj, nagyon csinos vagy. Olikának a nyakörvét benyúltad? Rajtad egy kicsit, hát nem is tudom, hogy mondjam, jobban áll, azt hiszem. Olesz! Mi történik? Szakadt bejelentkezés villám gyorsan, a sminkem elkenődve és minden. Sokkal később van, mint kellene, hogy legyen, 22-22 ebben a szent pillanatban. Még most fogok menni hajat mosni, be vagyunk már pakolva, elő van minden készítve. Viszont ez nagyon későn van, úgyhogy megpróbálok sietni. 3-4 van ébresztő, úgyhogy nagyon sokszor mondom, hogy úgy, hogy bocsánat. Minél hamarabb le kellene feküdni, mert nem fogunk semmit tudni aludni. És a holnapi a mászkálósabb napunk, úgyhogy utolsó bejelentkezés máról a pontos idő 0 óra 16 perc, amit nem láttok. 3 óra múlva kelünk. 90%-ra be vagyunk pakolva, viszont van még egy-két dolog, ami a szárítóba pörög jelenleg. SOS-ben alszunk, és reggel, hogyha felkeltünk, akkor jövünk. Jó reggelt! 4 óra 15 perc van, kicsit később indulunk, mint ahogy szerettük volna, de bőven jók vagyunk még így is. Mindjárt jön Bence is, még kúton meg kell állnunk egy pillanatra, utána mehetünk. Szuperság! Megyünk kirándulni! Nagyon jó. Olyan programokat találtunk ki nektek, hogy nem hiszitek el. Olyan dolgokat keresni, amik annyira nem turistásak. Úgyhogy szerintem nagyjából sikerült is. Megjött Bence! Hi! Oh, de szép vagy! Thank you! A lényeg benne van. Kulcs nálunk! És el is indultunk. Hogyha odaértünk a reptérre, akkor jelentkezünk, mert nagyon fogtok lötyögni. De elkezdődött. Megjöttünk! Jéj! Bentjünk! Meg volt minden. Amitől izgultam, hogy a folyadékos tasim nagy lesz, az is tökéletes volt. Úgyhogy igazából minden megvan, reggelizünk valamit, mert nem ettünk még semmit, és most már... Komoly biodíszlet vagyok amúgy. 5:21. Úgyhogy... kajáljunk. Mindjárt ott! Full set. Nyitva a kapu, megyünk beszélni.
aztán alvás. Alvás? Aha. Nagyon gagyi átvágásokat csinálj. Mindenképpen. A repülőút alatt egyébként 2 repülőt is láttunk a repülőből, értitek? És az egyik, ahogy látjátok, egy darabig jött mellettünk, utána kereszteztük egymás irányát. A másikat azt nem vágtam be, viszont az meg szembe jött, és ott lehetett látni, hogy igazából milyen gyorsan megy egy repülő. Miközben az északi tenger felett repültünk át, észrevettem fehér pöttyöket a tengerben, amik nem hajónak néztek ki, úgyhogy kicsit úgy gondoltam, hogy ráközelítek, és miután ráközelítettem, vettem észre, hogy szélturbinák vannak a tengerben. Ráadásul az Egyesült Királyságnak van a legnagyobb nem szárazföldön lévő flottája, ami azt jelenti, hogy 3681 megawattnyi szélerőmű van a tenger közepén. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below. Megjöttünk! Tiszta izgé. Most megyünk útlevél ellenőrzésre, utána pedig átszállunk a vonatra, és megyünk be London belvárosába. Wow. Meg is jöttünk. Ez a keleti. Goodbye! So baby. Nem a fák. I'm doing all this FaceTime, need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming. Más a gravitáció? A nagy kényelmességbe ma már másodszorra jártunk, úgyhogy pont az, ahogy, mi az? Pont az orrunk előtt csukordott be az ajtó. De szerencsé, hogy amúgy nem sietünk sehova, úgyhogy várjuk a metrót, és nem sokára ott vagyunk most már. Most már jó lesne gyors letusolni. Igen. Igen. Úgyhogy nem sokára a szállásod. Urainak a londoni verziója. Megjöttünk a hotelbe! Luigi tesómsz, picit be ott farsulva. Luigi-nek hívják a recepciost. Köszönöm szépen a javítást. Annyira jó fej. Bocsánat, csak közben. Ne hozzam a táskádat. Nem, nyissad az ajtót. 306. Ami azt jelenti, hogy balra. Jobbra. Bocsi. Jobbra. Olyan jó illat van az egész hotelben, hogy nem hiszitek el. Na. Show me. Oh my. Bocsánat, nem direkt. Hát igen. Jó, el van az izélve, Rebeka. Ezért foglalta Bence, mert hogy? Nem lehet belátni. Nézd már. És akarom se? Nem tudom. Szóval, hatalmas nagy room tourunk van. Mutatnám. A bejárati ajtó is elektronikusan nyílik. Minden, hát ezen a tableten kell konkrétan a... Ezen a tableten kell a rendelést leadni, meg minden. Szóval, látjátok, így néz ki az ágy. Nem tudom megcsinálni. Az igen. Egy picit. Az igen. Na, ágy, láttátok az ablakot. Itt van egy méretes tévé. Különböző konnektorok, nem mondod, én meg hoztam az átalakítót. Micsoda? Nagyon jó. Mit nézzek? Hol kell nézni?
Oh. Itt van egy gomb, ami bezárja az ajtót, hogy ne tudjanak, ne zavarjanak. Úristen. Jó hotelt választottál, azt kell, hogy mondjam. Ez mind Bence műve. Ó, ezt be lehet csukni. Itt vannak a szekrények, majd ezt megmutatom, de nem fogunk kipakolni úgysem, mert csak egy estére jöttünk, és így néz ki. Ja, a fürdő. Gyere már, menj oda, menj oda. Fú, nem tudom megmutatni nektek a fürdőt. Ah! Ne! Azért csak-csak. Yeah, yeah. Oké. Okay. Nice. Szóval az utolsó lépés itt a fürdő, és itt van még egy tükör, meg még egy tükör. És ott van Bence, úgyhogy így néz ki a szobánk, pici, de nagyon-nagyon szép. Nincsenek is nagyok egyébként, tehát ami nagy szoba. Ami nagy szoba, az ilyen 500.000 forint egy éjszakára. Konkrétan, úgyhogy megmutatom még gyorsan a kilátást. Mutatom a kilátást, utána gyorsan tusolunk, meg kajálunk, meg ilyenek. Ó, vibe-y. Rebeka. What? Van masszázs az ágyba, Rebeka. Nem. Nem. Láb, meg minden. Na, ez kell nekünk. Maradunk több estére? Érzem. Nem mondod. Igen. Halljátok? Maradjunk még egyet? Nagyon drága. Így is. Ha csinálunk csak egy videót, csak az ágyról, akkor ez hülye! Csinálunk egy ágy review-t. Na jól van. Menjünk, intézzük a dolgainkat, aztán majd jövünk. Tasszínes a izé, nem térek maga. Luigi, gyere már fel, hogy elverünk. Ez hülye! Ez! Üdvözlök mindenkit innen Londonból, sziasztok, itt van velem Rebeka is. És a hétvégét Londonba fogjuk tölteni, úgyhogy tartsatok velünk, megmutatjuk nektek a várost, de először lássuk a szobát. Deja vu érzésem. Nem tudom miért. Ti már hallottátok, úgyhogy most kikapcsolom. Itt tudod kapcsolni. Bence nagyon szereti a KSI-t és a Sidement, úgyhogy mindenképpen ki szerette volna próbálni az újonnan nyílt éttermüket. Erről fel is vett egy dedikált videót, amit már meg is tudtok nézni a csatornáján. Uramisten, de szép, már messziről megláttam. Ó, de csodálatos. Nézed, amilyen szép üzlet. Marko Rebeka teljesen elveszett a virágokba. Azt. Uramisten. Még egy. Na, sziasztok! Nem tudom, hogy hol hagytuk abba. Elindultunk Bencével, hogy rollert vadászunk, és... Most már kipihentem magam. Mert szerintem eddig láttatok a videóban, hogy nem feltétlen voltam önmagam, mert fáradt voltam, de most már újra itt vagyok. Csak ennyit akartam mondani, köszönöm. Egyáltalán nem is akartunk elmenni, bevallom, azokra a helyekre, amik a tipikus londoni dolgok. Viszont nektek szeretnénk megmutatni vlogba. Nem, de csak-csak megnézzük. Csak érintőlegesen. Úgyhogy pár helyre elmegyünk. Elég ködös az idő. Ködös? Felhős. Azért a reggeli kelés érződik rajtam, de napnyugtakor szeretnénk menni libegőzni. Egy libegőre, igen. És utána meg moziba, hogyha van rá lehetőség. Igen, azt majd meglátjuk, hogy hogy alakul, hova tudunk elmenni, de ez most a program, úgyhogy mindjárt felkapunk itt egy rollert a hátunk mögött, mert összeszedtem a jogsimat is, úgyhogy mehetünk. Kell jogosítvány. Kell jogsi. Amúgy nagyon helyes. Az a baj, hogy baj lesz így is belőle, mert hogy nagyon kell vigyáznunk, mert ugye fordítva van minden. És tudom, hogy most úgy nézek ki, mint a Jack a kenguru ebben a szemekben, ne haragjatok. De hogy fordítva van minden, és ezért... Néha azért megzavarosz, hogy merre kell nézni, merre jönnek az autók. Mert nem abból az irányból jönnek, hogy szoktak jönni. Pont azt mondtam Bencének, hogy én már azt se tudom, hogy normál esetben, hogy kellene, hogy jöjjön. Nagyon összezavar egyébként. De van olyan utca, ahol meg normális a jár, vagy nem? De? Hát az egyirányú utcákban nincs választási hát lehetőség. Ez az. Remélem, hogy megoldjuk. Ah! Ez
szép volt, kedvesem. Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt! Elég... Ez elég ciki. Mi volt az? Ez kérlek szépen az alvás applikáción belül lévő ébresztő. Nagyon kedves hangja van. A tegnapi nap nem pont úgy alakult, ahogy terveztük, viszont most itt vagyunk másnap, és indulunk reggelizni. A Buckingham Palota mellett találtunk egy nagyon-nagyon cuki kis helyet. Megyünk reggelizni, 10 perc séta, utána onnan még 5 perc séta a palota. Megnézzük azt, utána rengeteg-rengeteg programunk van még mára. Pörgetni kell. Mennyi az idő most? 8 óra körül vagyunk, azt hiszem valami olyasmi. Úgyhogy induljunk is el, és kezdjük el a napot. Ja, a tegnapi nap semmi extra nem volt amúgy. Nem azért van rajtam napszemüveg, mert szanaszét nyomtam magam, és most másnapos vagyok. És Rebecca sírva hívta a recepciót, hogy és nem tudom mit találjak ki, mi izgi lehetett volna. Elaludtunk! Szerintem nyugdíjasok vagyunk, vagy én nem tudom, mi van velünk? Oké, tegyük hozzá, hogy amikor mi csináltunk, lájmoztunk, nem lájmoztunk, tiereztünk, de tök mindegy. Bencének ilyen allergia etekje volt körülbelül, és vissza kellett jönnünk a hotelbe. Remélem, ma nem lesz amúgy. Le akart feküdni egy fél órára, hogy összeszedje magát, és úgy lefeküdtünk, hogy én reggel 4-kor keltem fel, full sminkbe, ruhába. Én meg 7-kor. Hát még kész voltál a mai napra. Úgyhogy ez történt tegnap, és habár el akartunk menni moziba, abban a moziba, amiben szerettünk volna elmenni, amúgy se tudtunk volna, mert csak oldtimer filmek voltak tegnap. Nagy probléma nincsen. Főleg úgy, hogy azt beszéltük, hogy lehet, hogy jövünk vissza pár hét múlva. Hát szerintem biztos. Mert amúgy ugye a Harry Pottert is kihagytuk, meg van még egy-két dolog. Ezt nem is mondjuk, akarunk menni. Ja, akarunk. De majd megmutatjuk nektek, mert úgyis visszajövünk, és akkor maradunk mondjuk 3 éjszakát. Ja, egy dupla ilyen hosszú kis tripre jövünk pár hét múlva. Induljunk el, és amit tudunk és szeretnénk, azt meg csináljunk meg most. Csak a patkányok ott a jüzé tetején, ez valami hihetetlen. Na jó. Indulás. Indulás. Annyira szépek ezek az épületek. Hol maradsz el? Hol maradsz el? Most nem hallom. Hol maradtál el? De. Csak hogy igazán hibátlan legyen, egy picit hűvösebb lett, kicsit húj a szél, és a szemem rögtön megadta magát, úgyhogy könnyezek, de ettől függetlenül jövünk város nézni. Megjöttünk a reggeli spothoz. Itt vagyunk egyébként a Buckingham Palotától 3 percre. Úgyhogy menjünk be és kajáljunk. Egyszerre, oké. Megvolt? Egyszerre. Nem, megvolt. Te mondod. Ja, megvolt a reggeli. Pont megkajáltunk. Full, jól laktunk. Most már megyünk a palotához, és utána meg van tervezve a további program. Megjöttünk. Mindenhol egyébként felújítás zajlik, de ide értünk. A gerek is nem is tévednek igazából. Marko Rebekát látjuk, ahogy éppen influencerkedik. Itt meg Dezső Bencét, ahogy éppen influencerkedik.
Itt van mellettünk a St. James Park, ahol elvileg láthatnánk mókust is. Mókus? Tényleg itt van mókus benn. Hát elvileg lennie kellene pár helyen, de most nem oda megyünk, hanem metróhoz. Ugyanis a következő megállónk a Tower Bridge. Annak örüljünk eleve, hogy nem esik az eső, és igen, már jó. Tehát, hogy egymást követő pozitív két napon nem esik az eső. Úgyhogy mindjárt ott vagyunk a metrónál, még 3 perc séta körülbelül, és megyünk hidat nézni! Yeah. Szegény, hogy folyik a szemed? Azt hiszem, hogy megcsináltam. Fizetik le Harry Potter. Lent vagyunk a metróban. Bence az olyan vakon van jelen. Rebeka! Csak a vlog miatt kérdeztem, hogy legyen viccesebb. Igen. Igen. Hello! Vannak barátaink! Tesómszaim, itt vannak Londonban. Ezzel fogunk menni. Megjöttünk a híthoz, most fordulunk rá. Csodálatos busz a háttérben. Megálltunk inni, és Bence is elmondta a videójában, de nekem is el kell mondani. A csaj a fogával nyitotta ki a dobozos kólát. Mondtam, hogy kapnék engedélyt, biztos elvinném randizni, tehát egy ilyen nő mit tartogathat? Ugye? Nagyon durva. Mindjárt mutatom. Bence is lát olyat, ami tetszik neki. Igen, azt. Olyan fura, hogy nincs rakpart, nem? Hát meg nincs, amit ugye felújítani. Nem kell felújítani, hogyha nincsen. Bence nincs elájulva a hittal, azt mondta. Hát nem vagyok nagy hídrajongó, egyébként nagyon szép, nagyon szép. De akkor mondom inkább úgy, hogy ez is nagyon szép, de akkor a magyar hidak nagyon szépek, hogyha úgy viszonyítjuk a Lánchíd. Itt hol vannak az oroszlánok? Csak úgy kérdem. Hát itt torony van. Ja. Azért nem tudom, szerintem érezzük, hogy torony meg oroszlán, mindegy. Következő megálló, az már a kábelpálya. Ott vannak már látszik. De értünk! Ezt vártam a legjobban. Szóval tényleg elkezd esni az eső. Ja. Szerencsé. Mire megérkeztünk, addigra rendesen esik az eső. Nagyon vártam már. Ez lesz a legizgibb szerintem, és elvileg nagyon... Úristen! Nem húzzunk inkább. Nem, köszi. Meg tudnám szokni. Mi ez? Mi ez? Minden hétfőn kijönnék, egy picit itt élnénk. A bóják úsznak, nézd meg. Ja, igen. Tisztítsák a vizet. Megvannak a jegyeink, oda-vissza. Szóval elmondom nektek is, úgy működik, hogy mindjárt itt beszállunk, látjátok, és este 11-ig akármikor visszajöhetünk, átmegyünk a túloldalra, ott körbenézhetünk, azt csinálunk, amit akarunk, aztán majd valamikor jövünk. Nem hiszem, hogy túl sok időt el fogunk tölteni a túloldalon, de egy kicsit körbenézünk. Így néz ki a beszállás. Szépen 30 másodpercenként jönnek a kis kocsik, és aztán ott megyünk tovább. A jegyes csávó mondjuk vicces volt, megkérdezte, hogy együtt vagy külön szeretnénk menni. Hát külön. Külön. Nyilván. Mindjárt csukódik az ajtó. Reméljük, hogy yeah, egyikünk se lesz téviszonyos. Most mindenkinek ki ez a jó, ezek csak magyarok, adjad.
take breaks no more. I've needed company from you lately. Fill my head with some clouds, baby. Fill my brain with some ecstasy. Bence blogol menet közben, és azt beszéltük, hogy egyikünknek sincsen tériszonya, viszont azért nagyon magasan. Nem tudom, hogy hány emeletesek ezek az épületek, amik itt vannak. Hát ez sok, azért Pesten például, de... Pesten nem látsz ilyen magas épületet. De a tetejéig konkrétan. Nagyon kemény. What a? Aha. Aha, és be is lehetnek. Ugye bemegyünk mindenképp. Aviation Experience Pilot. Oda nézd, lehet vezetni. Idézőjelet mutatok, csak nem látjátok. Úgyhogy ide mindenképpen bemegyünk. Szerintem erre gondoltam úgy a csávó, hogy itt körbenézni. Szóval, ez egy kicsit több, mint amire eredetileg gondoltunk. Bence mögött van egy gép, ami egyébként egy szimulátor. Az egyik legnagyobb gépnek a szimulátora. És 100 fontért lehet venni jegyet egy órára, és ki tudod próbálni igazából a repülési élményt. 100 fontért. Amúgy nagyon izgi lehet, mert ez azért egy különleges gép, de online kell jegyet foglalni hozzá, úgyhogy erről teljesen lecsúsztunk, de következőleg lehet, hogy bele fogjuk számolni. Itt az egész belülről. Ez nagyon menő. Asztal. Nekem nem kell kétszer mondani. Az mi van, ha megnyomod a gombot? How engine works. Forduljatok el, amíg ezt nézzük. Wow. 1000 mérföld per óra. Több mint egy tonna levegőt mozgat. Oké, én ezt végignézem. Nem tudom, ez mennyire jön át nektek, de... Egy kicsit belekoccantunk. Wow. És mozog is. Nem hiszed el, nagyon durva. Itt közben meg... És akkor... ...kilapítani és táncikálnak neki, hogy ne sírjunk. Közben Bencét is halljátok, elérkeztünk az Emirates Economy üléseihez. Ami egyébként... Hú, nem ilyen szerintem már, de... Nem ilyen? Itt mi megy? GVM Music Production. Van, látjátok mögöttem a hajó. De Sövetsz, ugyanazt a műsort nézed, amilyen vagyunk? Hát itt a repülőgép forra. Teljes életlenságon. Úristen. Mi ez a hangzavar itt? Ezek a csomagok, hogy mennyit utaznak, de ha beállsz, ez mozog? Mi volt az előbb? Éreztem, te is, hogy sose láttam még, hogy mozognak a csomagok, meg hova mennek. Bob, majd emelestem. Ha valaki nem tudná, mostanában egyébként megérkeztünk, most szállunk ki. Ha valaki nem tudná, mostanában rám jött megint egy ilyen repülős időszak. És itt van játék, erről lemaradtunk. És itt mi van? Itt van egy folyosó. Nem megyünk hitbe. De, és ez most nekem különlegesen érdekes, ugyanis mostanában néztem végig az Emirates-nek az összes fajta repülőjét, úgyhogy ez most egy nagyon-nagyon izgi élmény. A pilóta fülkébe be lehet menni, ez figyelj.
Oh, wow! Gombok vannak, úgyhogy szerintem ebből kettő percet se fogtam látni, de ilyen nagy félmenet lesz, és nagyon kíváncsi, hogy lehetsz megtanulni, hogy tudja valaki, hogy ezek a gombokat csinálnak. Rebecca Becsücs. Az mi? Mert no way, hogy ennyi gomb van. Rebecca, azt hittem kinyíri. Mert az mi? Hát itt lenne valami. Itt lenne ugye az ablak, és alatta összes érték megvonatban, hogy éppen milyen lény. Ó, de ez mozog. Ó, my. Ó. Gyorsulunk, várjatok! Hogy lehet gyorsítani? Az ott elvileg a távoli messzeségben a Temzének a barrier pontja, és azt is lehet innen látni. Illetve, hogyha arrafele nézünk, akkor ott van az olimpiai központ is. Itt a hátunk mögött a Greenwichi observatóri is ott van. És a többit azt szerintem elfelejtettem, de egy csomó minden ki van egyébként írva, hogy miket lehet látni. Hogyha virág te para. Na jó. Elindult. Amikor visszafele mentünk a libegővel, akkor nem videóztam kamerával, viszont menet közben megláttam pár érdekes dolgot, amit szerettem volna megmutatni. Ezek közül az egyik az, hogy Londonban nem úgy működik a wakeboard, mint Magyarországon, és már nyitva vannak a pályák, többek közt ez itt, amit látok, és nem is csak egy ember, wakeboardozott már. A libegő után utolsó állomásnak szerettük volna meglátogatni a kínai negyedet, és igazából itt szerettünk volna kajálni is, ennek a klipnek sajnos le kellett vegyem a hangját, mert egy nagyon tehetséges fiú élőben énekelt, és biztos, hogy jogvédett lett volna a videó. Sajnos időben nem jöttünk volna ki túl jól, úgyhogy nagyon eredeti módon egy Five Guys-ban kajáltunk, utána hívtunk is egy Ubert, és elindultunk a reptérre. Még itt vagyunk a Chinatown végén, és mindjárt jön... A hétvége alatt, vagy hát a két nap alatt először ülünk autóba, és olyan jó. Na de hol a sofőr? Na de hol a sofőr? Na. Tudjátok, mennyire furcsa, hogy jobb oldalon ül? Biztos el tudjátok képzelni, de így élőben meg... nagyon Szevasztok, megérkeztünk a reptérre, Rebekát helyettesítem éppen. Spanunk, Bruce Kim, hátul a Hyundai-jal éppen leparkolt és kidobott minket. Szerintem inkább marad még itt egy 10 percet, lefőtt mind a kávé, azt hiszem, nem ekkora távolságot szoktak, mint taxi, jöttünk vagy egy órát. És most bemegyünk szépen, másfél óra múlva indul a gép, 6-kor van a kapuzár, az én kamerám már lemerült, és ugye kényszeres vlogger vagyok, ezért muszáj most hozzátok beszélni. Ne rögj már, Rebecca! Jézusom, mennyien vannak benne. Remélem, hogy a check nem lesz olyan hosszú idő. Igaz, Rebecca? Jó, remélem, igen. Igen, nagyon reméli ő is. Itt vannak a haverok, és igen. Olyan kényelmes vlogoz nekem, vagy helyettem, vagy magadnak az enyémet, nem is tudom. Gondolj bele, milyen lenne. Milyen lenne, hogyha lenne konkrétan operatőröd. Jézusom, mennyien vannak. Konkrét operatőröd vagyok. Nem hiszem el, hogy dolgozz nekem, komolyan. Szóval, hogyha már így van egy operatőröm, akkor mondom, hogy arra megyünk beszállni. Ugyanis online már megcsináltuk a check-int, úgyhogy azzal nem kell foglalkoznunk. Várjál. Kupa? Kupa, ezt tudom. Azt is mutatom, mindent mutatom. Minden.
megvolt az ellenőrzés, mindenünk rendben van, és már megyünk pisilni, rágót venni, nem és utána el, felszállni. Nem hiszem el, hogy kivetették velem a 300 ml sampont, amit a szállodából meg a köntös, meg a papucsot. Nem lopott sampont. Haha, sampó. Just want the feeling of you in my bed. I know you're tired of waiting, but my friend said that we need some patience. We don't wanna wait no more, can't take breaks no more. I've needed company from you lately. Hello! Visszaértünk! Hát olyan fáradtak vagyunk, hogy én legalábbis biztos, hogy elaludtam a gépen. Jetlag. Két óra miatt. Egy. Ráadásul. Sőt, igen. Na minden. Úgyhogy visszaértünk, megyünk a kocsihoz, megyünk haza, és holnap délelőtt megyünk Csoliér is. Hagyjuk ott. Hagyjuk ott, nem is hozzuk haza. Aki látta a sztori, mert mit elművelt a kutyánk a panzióba. Ide berakom nektek, hogy lássátok. Amikor kiraktam sztoriba, páran arra is reagáltatok, hogy a másik kutyának a szemében azért látszik a félelem. Szeretném elmondani, hogy ők legjobb barátok, és ha van valaki, aki rászokott szólni Olira, hogyha túl durva, akkor a Quinny az, úgyhogy nem kell félni. Nagyon jól kijönnek, és tényleg csak játszanak. Jaj, mindjárt a kocsinál vagyunk. Kezdek éhes is lenni. Kétszer ettünk ma csak, és nagyon sokat mentünk, úgyhogy várom, hogy hazaérjünk. De igen, nagyon jó volt. Remélem, hogy... Bertiszes autó. Szentgyörgyi rendszámmal. Hogy így a világ másik felén vagyunk, és így is a városká meg a hazám az követ. Az igen. Van olyan mit csomagtartóba? Remélem, hogy tetszett nektek, mert tervezünk mostanában több ilyen kis kirándulást összehozni, úgyhogy ha igen, akkor ezt jelezzétek mindenképpen, és gyertek velünk a következőre is. És nézzetek az én köszönöm, videómat. Köszönöm, hogy is itt voltatok, csekkoljátok Bence videóját is. Ha, nem sokára találkozunk. Vlogoljunk holnap reggelig. Tehát ez menjen tovább. Jó, mindenképp. Vagy egész hazáig. Oké, good. Sziasztok! Jaj, ne így köszönjünk már el. Normálisan. Hogy? Sziasztok. Sziasztok. Üdv.